Nagyon sokan érkeztek szombat este a Nagy Endre rendezvényterembe, hogy közösen tisztelegjenek Stümetz Andrásnak. A karnagy két kórust is vezetett, a 60 Ipró Úrbedélyes Polifónia vegyes kart, valamint a Gesualdo Kamara kórust. Közöttük már korábban is jó kapcsolat volt, nem csak a tragikus hír kötötte őket össze. Ebből is adódott, hogy most együtt emlékezzenek meg vezetőjükre. Balogh Eszter, a Polifónia vegyes kar tagja úgy fogalmazott, a kezdeti sok után missziójuknak tekintették, hogy koncertet szervezzenek, a közös munka pedig mindenkinek erőt adott. Amikor egy közösség elveszíti a vezetőjét, ez egy nagyon-nagyon komoly megpróbáltatás magának a közösségnek. Azt gondolom, hogy az, hogy ma is itt lehetünk, és itt vagyunk együtt, nem csak mi a Polifónia vegyes kar, hanem a Gesualdo Kamarakórus, András másik kórusa, a budapesti kórusa, valamint zenész barátai, tanítványai, a Budvári Kamarazenekar és az Árkó Kamarazenekar. Tehát ez az összefogás, ez azt gondolom, hogy az ő művészeti nagyságát és emberi nagyságát is mutatja. Almási Balázs, mindkét kórus tagja, régről ismerte Andrást. Azt mondta, élettel teli ember volt, aki kiválóan összefogta a közösségeket. Nagyon jó pedagógus volt, ezt a pedagógiai érzékét, amit édesanyjától örökölt, ezt a kórus próbákon is, a kórus daraboknak a betanításakor is nagyon jól élveztük. Olyan útmutatásokat adott mindig, amelyek érthetőek voltak, tudtuk ezeket követni, ha valami mégse sikerült, akkor soha nem fáradtunk el benne, mindig tovább segített minket, mindig a pozitív dolgokat mutatta meg, tehát azért inspirált az embereket arra, hogy valóban szeressük ezt a zenét, próbáljuk meg azokat a megoldásokat, amiket ő kért megadni. Mozart Requiem című művét a közönség négy szólóénekes, mintegy 60 fős kórus és egy csaknem 50 fős zenekar tolmácsolásában hallhatta. Az alkotás egy olyan korszakból való, amit Stümetz András nagyon szeretett, a mély érzelmekkel operáló mű egyszerre szól szomorúságról, valamint a dicsőséges boldogságról. Ez pedig tökéletesen passzolt az alkalomhoz.